Korrupciós ügy miatt tiltott ki az USA kormányzati tisztségviselőket. André Gutfreund, az Egyesült Államok magyarországi ideiglenes ügyvivője megerősítette, hogy korrupciós ügyek miatt vonták be a beutazási engedélyét kevesebb, mint 10 magánszemélynek. Hogy pontosan milyen ügyről van szó és kik állnak mögötte, azt nem árult el. Ahogy részleteket Szijjártó Péterrel sem közölt, csak vázolta, hogy milyen korrupciós ügyeket derítettek ki, írja a hvg.hu. Sajtóinformációk szerint az adóhivatal elnöke, valamint a miniszterelnök tanácsadója is tiltólistára került. Utóbbi, vagyis Habony Árpád, illetve a Századvég vezetői is helyesbítést kértek az őket megnevező orgánumoktól, amiben hangsúlyozzák, hogy nem tiltották ki őket az Egyesült Államokból. A demokratikus koalíció az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását, az Együtt PM az ügyben érintett neveit kéri. Kerékbárci Szabolcs, az ellenzéki párt elnökségi tagja, a Klubrádiónak elmondta, tájékoztatást várnak a miniszterelnökségtől, a miniszterelnökséget vezető minisztertől, a belügyminisztertől, a külügyminisztertől és a nemzetgazdasági minisztertől arra vonatkozóan, igazak-e a sajtóhírek, és ha igen, mi az ügy előzménye, folytatnak-e vizsgálatot, milyen lépéseket tettek, illetve terveznek. Ha ezek a hírek igazak, akkor nem csak az Egyesült Államok, hanem a magyar nemzeti érdekek is sérültek, hiszen szövetségesek vagyunk, és minden olyan gyanú, amely a korrupciót vagy az oligarchikus állam megerősítését feltételezik, erre utalnak, azok nem csak a szövetségeseink, hanem a magyar nemzet érdekeivel is ellentétesek. A demokratikus koalíció követeli, hogy az országgyűlés tartson rendkívüli ülést ebben a kérdésben. Itt számoljon be a miniszterelnök, a belügyminiszter, a kancellária miniszter, a külügybe és külgazdasági, illetve a nemzetgazdasági miniszter arról, hogy mi a dolog előzménye, folyt-e vizsgálat, ha igen, milyen eredménnyel járt ez a vizsgálat, illetve milyen lépéseket kíván tenni a kormány, hogy megnyugtató módon választ adjon ezekre a feltételezett vádakra.